De ez már way too much effort amúgy, amit belerakok ebbe. Ez már way too much. Belebeszélek, hogy ne legyen copyrightos. Üdvözöllek a Ricsi Rics Akadémián, a világ első influencer képző akadémiáján, ami segít abban, hogy elérd a céljaidat. Most amúgy videóvágás közben hallottam meg, hogy amúgy Benny Povet tényleg azt mondta, hogy ez a világ első influencer képző akadémiája. Na most én nekem elég erős kétségeim vannak e felől, hogy ez az első a világon, de hogyha tényleg ez az első a világon, akkor abban még nem gondoltak bele, hogy erre amúgy nincsen szükség. És lehet, hogy ezért nincsen még egy sem a világon. Elérd a céljaid! Na hát a Makko Adriántól amúgy meghallgatnám, hogy milyen céljai vannak, meg hogy én akarom azokat a célokat, amiket mondjuk ő kitűzött magának. És legyél te a következő social media sztár. A tartalomgyártás világa sokkal szeresebb. De kinek az a célja, hogy sztár legyen? Ki az, aki úgy kezdi el a videózást, hogy te most sztár akarsz lenni? Ő tudja, azért kezdte. Benny Pova egyáltalán hogy ment úgy oda? Tehát én Bennyről, én azt hittem, hogy egy ilyen nagyon igényes tartalma van az Erbencéhez képest. Nem tudom, hogyan fogalmazzam, de a Benny Pova tartalma az prémium YouTube tartalom Erbencéhez képest. Miért adja a nevét ezekhez a dolgokhoz? Van elég pénze, szerintem. Hogy ennyire sokat adtak volna? Henry Kettner Travel Preset. Marics Peti Preset. Ha olyan képeket akarsz, mint Marics Peti, akkor 5000-ért tudsz venni 10 darab filtert, geci! Mekkora egódnak kell legyen ahhoz, hogy így lásd magad. Így akar magad ábrázolni. Ezt nem is értem. Művészi a nagy lófaszt. A Láki az sokkal művészibb. Ebben a helikopter felhallgatóban, az űrben. Sokkal jobb, hitelesebb amúgy. Tehát én hamarabb hinném el azt, hogy a Láki az űrben van, mint hogy a Henry Kettner ilyen butha pózban, mondjuk napi szinten. Mélység. Hát igazából azt mondom, hogy 5-ször töltöttük ki, mindenfajta próbálkozásunk volt már. Neked mi jött ki? Error. És neked? De nekem is. Nem vágok neki. Ne! Még egyszer őszintén kitöltöttem, bazzeng, ez hihetetlen. Szerintem ugyanaz a személyiségünk. Ja, lehetséges. Mindenki egy hiba a gépezetben, és senki se tökéletes, csak az. Azt a k***t, ez zseniális. Bán a videóját amúgy nézzétek meg, ebből többet nem vágok be. Sosem kapsz el, haver. Én ezt nem értem, hogy az Warcraft videói miért nem gaming trendingben vannak, hogyha ő csak gaming tartalmat gyárt. Az én videóim, amik meg nem gamingek, azok bekerülnek gaming trendingbe. Ez hogy lehetséges? Én ekkora gamer vagyok? Mert én örülök neki, hogy trending a videóm, meg minden, de ki a f***om nézi a gaming trendinget? Alapból senki szerintem. Aha. Hát ez a lyric videó, ez 2022-ben nagyon-nagyon gyenge, ez milyen lyric videó? Ennek mennyi volt a budgetja? 5 forint? Tehát kajak, CapCut-tal a 6 évesek jobb videókat raknak ki, lyric videókat TikTokra. Hogyan csináljuk meg SpongeBob herkentyű burgerét? Egyszerűen csak így. Ezt is utána azt is fogja? A egész gyerekkoromban egy ilyenre vágytam. Kinek mit intézett a kormánya? A román gyerekek csak ezt a SpongeBobot tudják nézni. Remélem rákuram nem lesz mérges, hogy megvan a titkos recept. Hogyan? Rákur. Alex Csigér is rákúrt azzal, hogy ezt a karriert választotta magának, hogy 30 évesen ilyen videókat kell csinálnia. A fekete vonat. Visszatér a fekete vonat. Hányadjára jönnek vissza? Ez nagyon jó kérdés. Szerzett nekünk belga, német, osztrák, és magyar kólát, jó, azt nem ő szerezte. Most lehetőségünk van kideríteni. Jani, menj már Szomáliába, hozd már egy kis kólát. És akkor így, ja, jó, oké, Pisti. Megyek. És akkor, na, Szomáliában milyen a kóla íze, meg Egyiptomba, meg íze, Japánban milyen a kólának az íze. Na, ha ezeket összehasonlítják, mert mondjuk berendelik őket Amazonról, ami amúgy nem sokkal több effort, mint mondjuk elmenni, azokat hasonlítanák össze. Mennyivel informatívabb és jobb videó lenne, mint az, hogy Európán belül összehasonlítunk dolgokat, amiknek alapból ugyanolyan ízük van, mert mindegyik az Unióban van. Nem hiszem, hogy olyan rohadt nagy különbségek lennének, bár a német cuccok általában finomabbak, mint a magyarok, de mondjuk a német tejfölök közül bármelyiket megkóstoltam, egyik sem volt jobb, mint mondjuk a magyar tolletejföl. Tehát a tolletejföl az
jó. Ha tetszett a videó, srácok, nyomjatok egy lájkot, és kommentben jöhet a többi összehasonlítás is. Annyit ígérhetünk nektek, hogy a következőt már... Most a Pepsit is, létszi, most a Pepsit! Létszi, úristen, VR, most a Pepsit! Létszi, most a Pepsit! Utána a... milyen ötletek vannak még? Fú, hasonlítsuk össze a Fantát is, létszi! Mindent hasonlítsunk össze! Aztán utána hasonlítsuk össze a mostani DVR videókat a 3 éves DVR videókkal. Ja, várj, tök jó content. De mondja, a Fun Man Maker-ék csináltak olyat, ahol összehasonlították a kódákat, nem? Rendesen is sokat, nem? A Sallaival csinálták. Tessék, ez egy sokkal tartalmasabb és érdekesebb videó, mert itt minden kódát megkóstolnak. Miért nézik ennyien? Miért állnak ki mellettük ilyen rohadt sokan? Tényleg olyan emberek nézik a DVR-t, akik itt benne vannak abban, hogy ez aztán elite content, ez a magyar contentnek a prémje, és úristen, ez tényleg annyira jó. És nem látják azt, hogy ez romlik. Ez nem egy javuló tendenciát mutat. De irigy vagyok rá, mert 13-akat trendingbe, igen. Itt, ezen a csatornán is vannak kontent. Ja igen, ezt is meg akartam nézni, igen. Na, még mielőtt jönnének a kommentek, hogy én egy irigy idióta vagyok, szeretném megmondani, hogy nem azzal van a bajom, hogy ilyen kontentet csinálnak, hanem azzal, hogy Pisti már nagyon sokszor felszólalt ezek ellen a kontentek ellen. Tehát az, hogy reakció videó, meg ilyenek, ez neki soha nem jött be. Legalábbis eddig nem. De úgy látszik, hogy most már oké. Megnézzék egy műfesztesztetős videót a Pistitől amúgy. Habad nem indítanak csatornát? Szerintem lenne rá kereslet. Multi-angle stable support, freely bend, widely applicable. Tehát bármilyen készülék, ez jó hajlítható. De ez nem előre vesz. Ez lefelé vesz. Várj egy kicsit. Ez egy POV kamera, srácok. Ez nagyon durva. Ez egy Rudy periszkóp. Egy ilyen atyaságos úristen. Mi az, hogy Baseus? Az a márka, bazd meg, hogy Baseus! Hát nem micsoda? Hagyjál már! Ez egy 6 perces videó, amiben egy nyakra tehető telefon állványt néznek. Gondolom, ez valószínűleg arra való, hogy amikor alszol, akkor be lehet tenni a telefont, és akkor így úgy nézed a filmet, hogy nem fogod a telefont, vagy nem tudom, hogy ez mire való. Szerintem nem arra, amit a Pisti mondott. De várj már, itt mi ez a derékrögzítés? Meg lehet selfie-nek is használni? De mi az a derék? Ez egy telefontartó, bazeg. Egy telefontartóról, ennyire... Az egy szopókem. Nem, az ne, hát a nyakadba is az. Na jó, ezt meg kell vizsgálni. Szex referencia. Pisti azt fogja hinni, hogy így szokták felvenni a p***okat szerintem. Hogy így legyen, nem? Várjatok. Oké, megy, Jani! Na! Itt vagytok, figyelj, én ezzel megindulok most. Oh, nézzük, milyen stabilizált. Az egyik ember a földön csücsül a vágó ember, és nézi azt, hogy ezt felveszik, és így tök happy, hogy itt lehetek ebben a stúdióban, és nézhetem azt, hogy ezt csinálják. Ami a stúdió tényleg kurva jól néz ki. Én nem gondoltam erről a mai napról, hogy ez így fog kinézni, Jani. De ugye milyen durva ez a cucc? Milyen állat. Igen, szóval ez elmileg egy... Tehát, na mindegy, nem fogok kerteni, ez egy faszkamera, csak rájöttem, hogy így is lehet használni. És mutasd meg a faszkamera módját. Hát az a módja az úgy működik, ugye, hogy ezt így le... Nekem egy hátizsákon már, és megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki. Úgy sétál, geci. Hát itt a hátizsákon, és hogyha én ezt a hátizsákot meg akarom nézni, hogy hogy érzi magát, akkor így meg tudom nézni. És meg tudom nézni felül is a cipzárját, és a hátizsákom itt alul elfér. Abban az esetben, hogyha ez a hátizsák szeretne... hozzáférhető állapotba kerülni, akkor viszont gond van. Igen. Jó! Isten, ez a DVR nézők azok nagyon kuncoghatnak ezen a videón, hogy a szex! Ez itt szexes poén volt, és nem is erre van kitalálva amúgy ez a szar. Pisti kitalálta, hogy ez az, és kész. Látjátok, ez van a dobozon. Én csak azt követem, ami a dobozon van. Akkor ez a leggyűlöltebb dolog a világon, a most... selfie bot. Gyűlöltebb dolog a világon, a selfie bot. Bro. Nekem ez a kép kell, mert ez szükségem van. Na arra, hogy ideadnád ezt a telefontartót, és így... Hát nem tudom. Nagyon vicces. Szóval nem tudom, ez így fura. Nem értem, hogy tényleg erre van kereslet, kajak, mindjárt, rendeljünk már f***om random dolgokat eBay-ről, meg ilyenek. Jaj, bassz, meg tudom, mi ez, genyó! Hát összeszarod magad, na ez a lézi, Jani. Fekszel az ágyba. Yes, man! És utána közben tudod markolászni a brét? Érted? Nem kell fogni a telefon, mint egy nyomorult a budin. Rájött, mire való. Tudok filmet nézni. Bármilyet.
Rájött. De hogyha ezt gyakorlatilag szeretnétek használni arra a célra, amire szánták, tekintve ugye az úriember fejét a dobozon, akkor ez körülbelül olyan, mintha egy, nem tudom, egy kis piros szekérre ráraknátok egy GoPro kamerát, és legurítanátok egy hegyről. Tehát körülbelül az lesz a felvételen. Szerintem nem arra van kitalálva, hogy a f***odat fejed vele, Pisti. Szerintem nem. Ez amúgy, ez hasznos lehet. Nem ismerek olyan embert, aki így rajong a halott pénzért. Tehát így, új halott pénz szám van, azt a rohadt, végre! Van mit hallgatnom. Nem ismerek ilyen embert. Mindegy, a való világ Béci legalább rájött arra, hogy hogyan kell zenélni. Most már ő is híró. A híró 2. Á, ne, az a baj, már kiégek, mire mindig ezzel kell kezdeni legközelebb. Mindig kiégek, mire meg akarom nézni. Már megy 2 órája a stream, és mire eljutok addig, hogy megnézem a Laura és Normát, mindig kiégek annyira, hogy ne nézzem meg. Ez nekem nem fog menni. Majd legközelebb, srácok. De már is van ment be. Engem az zavar, hogy manapság már nem gyártanak ilyen játékokat. És akkor mi van, hogyha Shrek deszkázik, ha? Mi bajod van Shrekkel? Most az a bajod, hogy deszkázik, vagy az, hogy ő Shrek? Hány kiló vagyok? Az kemény. Na, ezért nem akarok ráállni a mérlegre. Kösz redvás pite 2 a szabot. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.